Köszöntök mindenkit újra a Fighters Talk. Elég speciális és különleges adása ez a mai, amivel készültünk itt nektek, hiszen elég majd csak itt a totál képet megnézni, hogy ki az a mostani triumvirátus, azt hiszem, mert így lehet titeket nevezni, akik ugye itt a magyar küzdősport szeretőknek, meg a magyar karatésoknak azt hiszem igazán bearanyozták ezzel a bronzzal a napjukat és az életüket. Úgyhogy belekezdünk az idei évben is a korábban már megszokott Fighters Talk interjúkkal, adásokkal, és a megszokottól eltérően, itt most nem egy vendéggel, hanem egyszerre hárommal is fogok beszélgetni, ugye az apropóját tudja mindenki, viszonylag frissen, ugye olimpiáról hazatértetek, és hát nem semmi eredményt sikerült itt elérni a magyar karate, illetve a komplett magyar sport szempontjából is. Úgyhogy köszöntöm itt Fischer Mihályt, Szegedi Dömét és Háspataki Gábort. Sziasztok! 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 Megértétek már? Vagy ez még mindig egy ilyen eufórikus, megfoghatatlan valami? Hát szerintem folyamatosan kezdjük ezt földolgozni, ezt egyszerre nem is lehet. Tehát annyi inger ért ott minket, és tényleg az érem után gyakorlatilag így napról napra próbáltuk realizálni, hogy mi is történt. És ez még a mai napig tart, úgyhogy próbáljuk ezt folyamatosan feldolgozni. Gábor? Szintúgy. Szintúgy vagyok. Nem. Igen, nekem is kicsit még furcsa érzés realizálni azt, hogy egy Európa-bajnokság, illetve világbajnokság után ugrottunk egy szintet egy Európa játékokra, majd azonnal ugrottunk egy multisport eseményről egy a világ legnagyobb ünnepségére, az olimpiai játékokra való színlépést, és utána az első olimpiáról azonnal egy ilyen szép eredménnyel hazatérni. Úgyhogy igen, elég nehéz még ezt felfogni, de hál' Isten meglátszik az eredménye és a munkája, amit elvégeztünk. Úgyhogy most úszunk az árral, és amiben tudunk, még előrébb haladunk. Igen, és pont azt beszéltem még a srácokkal, mikor jöttünk idefele, hogy még talán nekem még most is vannak, ugye napról napra jönnek be új emlékek, amiket úgy most már egészen más fejjel, vagy más szemmel látok. Ugye nem csak maga az eredményt, amit szerintem ott így nehezebben dolgozunk föl, hanem maga már a kintlét is egy olyan légkört eredményezett, ami az azért nekünk még ugye nem volt lehetőségünk így átélni. Oké, hogy Európa játékok, világjátékok, de azért most mégis a sportág csúcsáról beszélünk, ahol már olyan sztárokkal találkozol mondjuk egy ebédlőben, akik azért már mondjuk NBA sztárok, akiket az egész világon ismernek. Már ez maga eredményez egy nyomást. De azt gondolom, hogy szerintem mind a hárman, ezt elmondhatom a többiek nevében, hogy tudtunk, meg tudtunk birkózni, és ki tudtuk zárni ezeket a körülményeket, és a feladatunkra koncentrálni teljesen, aminek, ahogy látjuk, meg is lett az eredménye. Mielőtt belemennénk itt magába a tokiói kintlétbe, és magába az olimpiába, hogy ez hogy zajlott az a pár nap, amit kint voltatok, itt azért egy eléggé göröngyös 5 éves útról beszélünk, amíg eljutottatok idáig. Ugye sajnos jött egy Covid menet közben, nem lehetett utazni, nem lehetett külföldön versenyezni, illetve hát 1 évvel el is tolták magát a 2020-as olimpiát. Ez mennyire borította, mennyire tette mássá, nehézzé a felkészülést, hogy itt egy 4 éves ugye tervre szoktak alapvetően itt a versenyzők, ott voltatok a kapujába viszonylag gyorsan, illetve rövid határidőn belül volt ugye az 1 évvel eltolása az olimpiának, és aztán ugye a másik része meg, hogy ugye külföldön nem lehetett menni versenyezni, tehát összességében itt itthon lehetett készülni. Mennyire volt ez nehéz, fura, hogy tudtátok ezt abszolválni? Hát nagyon nehéz volt, mert folyamatosan bizonytalanságban voltunk, és ugye mindig a felkészülés programját változtatni kellett. És nagyon sokáig, nagyon sok esemény még úgy volt, hogy meg lesz tartva. Tehát az utolsó pillanatban mondták le, és akkor az utolsó pillanatban megint változtatni kellett. Ez igaziból pszichésen volt nehéz. És nagyon nehéz volt azt a szintet tartani, vagy gyakorlatilag módosítani a felkészülést, hogy meglegyenek benne azok a periódusok, amik kellenek. Ilyen hullámoztatva csináltuk ezt, tehát hol fölvittük, hol lejjebb, hol föl, hol lejjebb.
és így próbáltuk szinten tartani magát a felkészülési programot. Inkább mentálisan és pszichésen volt ez nehezebb, de profi sportolókról van szó, és úgy gondolom, hogy mindegyikőjük tudta, hogy mi a cél, és ezért a célért kell dolgozni, kell lemondásokat megtenni, és gyakorlatilag senki nem tért le erről az útról és erről a célról, úgyhogy végig fókuszban készültünk a párizsi eseményre, mert ez volt nekünk az elsődleges szempont. Mi volt egyébként ott a fejedben, mikor megtudtad, hogy nem 2020-ban, hanem 2021-ben rendezik majd az olimpiát, tehát még egy évvel meghosszabbodik ez a felkészülés és a várakozás, hogy kijuthass? Így egy kicsit így a kérdésed előre haladtával mondom, hogy így azért lehetett látni a pódiumon, hogy én voltam az egyedüli 30 év alatti, főleg mínusz 5 éve, én csak most vagyok 25 éves, ebben az évben töltöttem, a többiek már mind 30 év fölött vannak, úgyhogy én ezt a plusz egy évet inkább csak pozitívan tudtam felfogni, mivel ebben a pandémiás időszakban úgymond egy olyan burokban éltünk, ugyanúgy a Dömével, meg az edzőmmel és a Fischer Misivel, hogy tényleg az összes időnket csak az edzésekre tudtuk szentelni. Egyaránt akár mondhatom a karate szemszögéből is, vagy akár az állóképesség fejlesztésén is, vagy kipróbálni más sportágakat picit, hogy mást is, ne csak monotonitást legyen. Úgyhogy azért nekem ez a plusz egy év inkább pozitívum volt, meg plusz kis tapasztalatszerzésben, nem versenyszintileg, hanem inkább a saját test szemszögemből, hogy meg tudtam magamat ismerni, miben vagyok egy picivel gyengébb, vagy miben vagyok egy kicsivel jobb, miben kell fejlesztenem, miben vagyok még annyira jó, amennyi még nem lesz elég, de majd lehet egy kicsivel később, hogyha majd ráfejlesztünk, akkor majd ez talán elég lesz. Úgyhogy nekünk ez az egy év, ez így pozitívum volt. Ez én szemszögem. És ha jól tudom, akkor itt az elmúlt másfél év nektek ez így elég szorosan együtt is telt. Igen, tehát nekünk a szoros munka az egy másfél évvel ezelőtt kezdődött, amikor elkezdtünk közösen edzeni. Annyit kell tudni, hogy ugye mi ketten, meg plusz még hozzánk így csatlakozott a Győr Dani, akivel így együtt készültünk ugye a világversenyekre, és pont ahogy beszéltük, hogy ugye itt jött ez a kiszámíthatatlan helyzet sajnos, és ezért nagyon sok verseny nem lehetett soha biztosra venni, de egyben voltunk, hogy az olimpiában biztos vagyunk, az lenne a fő cél. És amellett, hogy ugye én is elkezdtem a saját magam felkészülését, nyilván ugye a helyzet miatt nekem nem volt lehetőségem több verseny ugye részt venni, mert nagyon sokat nem is rendeztek meg. Ezért nálam is történt egy váltás, hogy amellett, hogy én készülök a saját versenyemre, most a fő cél első körben az, hogy a Gábor kijusson ugye az olimpiára, majd amikor megtudtuk, hogy kvalifikálta magát, akkor ugye a minél jobb helyezés volt a cél. És igen, hát igazából így lettem én a Gábornak az edzőpartnere. Mondhatni, ugye közösen csináltuk végig az egész olimpiai felkészülést, igazából a napi rendünk az ugyanaz volt, igen, szóval ugye együtt keltünk, együtt feküdtünk gyakorlatilag. Egy jó párkapcsolat. Hát igen. Úgyhogy, de én ezt mondtam mindenkinek, hogy ez egy azért való, amellett, hogy tényleg verejtékkel volt ez az út kikövezve, és nagyon sokszor már, hát emlékszem, volt egy ilyen beszélgetésünk is régen, mikor jött még ilyen március környékén, mikor volt itt az első ilyen lezárás hírek és egyebek, hogy beszéltük, hogy hát nekünk ugyanúgy a célnak meg kell maradnia az olimpiának és a kijutásnak, hogy hát, hogyha itt mindent lezárnak, akkor beköltözünk a terembe. És akkor legalább akkor ott fogunk tudni együtt edzeni. Ez majdnem így is volt különben, tehát némi túlzással, de majdnem így is történt. Tehát végül aludni hazajártunk, de igen, de reggel ott kezdtünk. Terembe kezdtük, igen. És akkor este meg elmentünk külön lefeküdni, aztán reggel ugye fölkeltünk, és kezdődött együtt a program megint előre. A munka. Ez egyébként edzői szempontból milyen volt? Mennyire volt nehéz, hogy nem tudtok rendszeresen? Nektek ugye már megszokott, hogy mentek külföldre, Európa különböző pontjaira, Premier League versenyektől kezdve, kisebb-nagyobb nemzetközi kupákig, ahol ugye folyamatosan mérni tudjátok a versenyzők szintjét, és hát ugye rendszeres gyakorlási lehetőség van. Na most ez ugye egyáltalán nem.
nem volt, megszűnt, illetve hát egyetlen egy mentő szál volt itt ugye a Hajasi Magyar Karateliga, ami, ha jól tudom, itt a visszajelzések alapján mindenki nagyon örült ennek, de ez is csak egy ilyen utolsó kis szalmaszál volt, ahhoz képest, mint amennyit ugye ki kellett hagynotok. Igen, hát nyilván nem volt visszaigazolás a felkészülés során, tehát nyilván a fizikai részét a munkának lehetett mérni, és egyéb más olyan dolgokat, ami nem versenykörülmények között zajlik. És nagyon jó volt ez az első ilyen hazai rendezésű verseny, ahol egy picit versenykörülmények között megnéztük, hogy milyen állapotban vagyunk, fel tudtuk mérni. És akkor onnantól fogva ezeken a versenysorozatokon azért szépen kaptunk visszaigazolásokat, hogy milyen úton haladunk. Nyilván a nemzetközi tapasztalás is egymás szintje ennek a dolognak, de már azért ez biztató volt, és nagyon sok visszajelzés volt, ami megerősített, vagy ami még éppen dolgoznunk kellett. De egyébként, ahogy ezek a események már nyíltak voltak, tehát lehetett már edzeni, lehetett már edzőpartnerekkel edzeni, akkor mi azért egyre több ilyen kontrollmeccset végeztünk, és azok segítettek még nagyon a felkészülésben. Neked ez milyen volt megélni ezt az időszakot, hogy nincs külföld, itthon, néha négy fal közt, meg azon az egy-egy magyar versenyben? Bocsánat, még egy gondolat, hogy ami segített ebben, az, hogy egy nemzetközi bíró, Orbán Zoltán végigkísérte a mi felkészülésünket, és talán ő volt egy ilyen külső pont, aki segített nekünk végig bírói szemlélet alatt gyakorlatilag dolgozni. Úgyhogy tőle kaptunk nagyon sok visszajelzést, hogy ez a munka igaziból hogy áll, hogy milyen szinten van, és a bírói megítélés szempontjából hogy néz ki. Csak ennyit szerettem volna még itt a Gábor előtt mondani. Inkább nem is tudom, ez az egy év nagyon mély pont volt így az életünkben, egyaránt a karate életében és a miénkben is, mivel tényleg egy olyan időszakot tudtunk ebben átélni, amit szerintem senki nem akart, nem csak itthon Magyarországon, hanem egész Európában vagy akár a világon is, hogy mindenkitől elvegyék azt, amit szeret. Mi a sportot szeretjük, mi azért választottuk ezt. Ugyanúgy az edzőm is, meg én is, meg a Döme is. Mi azért csináljuk ezt minden nap, mert úgymond ez a második szerelmünk. Úgyhogy egy elég mély pont volt az életünkben, de ez ugyanolyan, mint egy harc, amikor valakit megvágnak, akkor az nem esik össze azonnal, hanem feláll és folytatja ugyanúgy a harcot. Úgyhogy mi is megtettük, amit tőlünk telt. Minden egyes nap bejártunk az edzésre, hogy Döme is mondja, együtt edzettünk, külön aludtunk. Úgyhogy igazából ez az egy év, ahhoz képest, hogy milyen mély pont volt az életünkben, nagyon pozitívan jött ki, és ez hál' Isten, ahogy itt az asztalon is látszik, ez így nagyon megérte nekünk, és egyébként, hogyha lehetne, akkor semmi se változtatnék, az én szemszögemből semmi se, amik voltak így ebben az időszakban. Na és akkor közvetlenül az olimpia előtt ugye volt az utolsó selejtező verseny, ahol ugye több versenyzőnknek is volt esélye, és ott is volt pici nüanszokon múlott, vagy ilyen, ott is akár ilyen utolsó másodperces fordítások lehettek volna, és hát ott volt neked az első, ugye elhíresült már, ebből konkrétan mém is született ezekből az utolsó másodperces fordításaidból. Az a felkészülés, illetve az olimpiai selejtező verseny, az milyen volt egyébként? És itt nem csak a te szempontodban, hanem az összes többi indulóból. Hát nagyon izgalmas volt, tehát nyilván tisztában voltunk avval, hogy ez egy utolsó esély lesz mindenki számára. És hát éreztük ennek a súlyát, éreztük a terhét, a fontosságát, és azért arra készültünk, hogy itt mindenki idézőjelben az életéért fog küzdeni. És talán azt mondhatom, egy picit túl misztifikáltuk egyébként ezt az egészet, mert amikor megérkeztünk, és az első nap versenyszámait végignéztük, akkor azt láttuk, hogy nem igazán változott itt most semmi, nincs valamilyen extra dolog, aminek meg kéne felelni, és hogy ezt meg lehet csinálni. Tehát ez realizálódott bennünk, hogy ugyanolyan verseny, persze más a tét, de alapvetően nem kell nagyon változtatnunk, hanem az eddig végrehajtott munkát be kell vinni, és persze taktikusan és észszerűen kell játszani, de hogy ez egyébként nem egy lehetetlen küldetés.
Én ennél kicsit egyszerűbben. Ennél egyszerűbben éltem meg ezt a versenyt. Minden egyes meccsről tudnék beszélni, akár most egy 10-20 percet, hogy bent mit éltem meg legpontosabban, meg hogy mik voltak bent. De hál' Isten, Szenszi ezért van mellettem, hogy ilyenkor a sok gondolatot így elűzze a fejemből, és a megfelelő pillanatra és a megfelelő helyre pontosítson, fókuszáljon engem, úgyhogy leginkább csak így az utolsó pillanatban volt, meg az utolsó momentum, amivel bedobtuk magunkat a döntőbe, arról tudnék mesélni leginkább, vagy most csak egy picit szeretnék, hogy... Igen, erre kíváncsiak vagyok, hogy ez belülről milyen volt megélni. Ez nagyon, nagyon, nagyon... Így az érzésekről az ember így, főleg így visszaemlékezve kicsit nehezebben beszél. Ott, amikor valamit azonnal elmond, az úgy egyszerűbb, de ott azért sok minden kavargott az ember fejébe. Főleg az, hogy utolsó 7 másodperc, most mi lesz, ha ezzel most kikapunk, akkor nem jutunk tovább, de ezt mégis meg akarjuk csinálni. Mit csináljunk itt bent? Hát ilyen sok, ilyen komplex mondatok vannak bent, és akkor egy ilyen isteni szó meghallgatott, ahogy hallottam a fél fülemmel hátulról. Ez az, dobd meg, jó lesz, dobd meg. Hát és akkor utána megdobtam, és akkor az utolsó 4 másodpercet pedig nagyon jól kivédekeztük, és utána, ami történt utána viszont az utolsó pillanatban, az utolsó részében azt jól megcsináltuk, és az utolsó meccsen pedig tudtuk azt, hogy ha a kazak vagy a jordán ellenfélből az egyik nyer, akkor nekünk jó lesz a döntetlen is. És akkor az edzőm ugyanúgy megmondta nekem a bemenettel előtt, a német meccs előtt, hogy csak arra a pontra menjek rá, ami nem 100, nem 200, hanem 1000%-os. Mert nekünk jó a döntetlen is. És ahogy elkezdtük a meccset, utána láttuk azt, hogy volt egy lehetőség, amit kihasználhatunk volna, de azt nem éreztem biztosnak, és utána éreztük azt, hogy a német ellenfelemnek is jó lesz a döntetlen, ő se akarja támadni, és így jutottunk ki. Te voltál végig ugye Gáborral, ahogy ugye ezt említettük az elején. Milyen volt ezt neked kívülről látni, hogy konkrétan az edző társad, partnered, akivel az elmúlt jó egy évet együtt töltötted, kvalifikálja magát az olimpiára? Hát nem teljesen. Az a Párizs verseny azért tudtuk, ahogy mondták itt előttem is, hogy tényleg úgymond föltettünk mindent egy lapra. De én azért megmondom, hogy mindig bíztam benne, hogy azért tudjuk róla, hogy láttuk itt az utolsó olimpiai szereplést is, akkor a kvalifikációs versenyt, hogy azért ő szereti inkább a nehezebb utat választani. És talán akkor kezdi el magát mindig otthon érezni. Hát, hogyha... Emlékezetebb is ez, ugye? Igen. De mivel ismerem, tudtam, hogy bennem mindig ott van, és amúgy én emlékszem, hogy előző nap is beszéltünk, és akkor is azt mondtam neki, hogy figyelj, hogyha ki nem, hogyha te. Tehát hogy én nem benne annyira hiszek, hogy ő meg tudja csinálni ezt az egészet, úgyhogy csak csinálja, ami jön belülről, és sikerülni fog neki, mert ott van minden, amit tud. Tudtam, hogy a munka az el van végezve, hiszen ott végig asszisztáltam. Én mindig azt mondtam, és magamnak is sokszor ez, amikor felmegyek egy versenyre, az így egy megnyugtató érzés tud lenni, hogy hát nálunk én nem hiszem, hogy bárki többet edzett volna, vagy többet készült volna. Ugyanannyit azt el tudom képzelni, de az, hogy valaki többet készüljön nálunk, az kevésbé. Úgyhogy én bíztam benne, hogy ezt így meg tudja csinálni, és ugyanígy voltam, ugyanez a hozzáállással mentünk ki utána az olimpiára is, hogy ahol már ugye kicsit jobban a részese lehettem, hiszen én Párizsban nem voltam kint, csak ugye az olimpiára tudtam velük együtt kimenni. Most meg, hogy mint edzőpartner milyen... Ebből egy másik ugye helyzetbe kerültem, ilyenbe talán még nem voltam. Én azért ültem edzői székben is, voltam versenyző is, voltam fönt is, voltam lent is versenyzőként. Ez egy teljesen más szituáció volt, és el kell egy kicsit mondanom ebbe a felkészülésbe, hogy én talán sose fáradtam el még ennyire felkészülésben, mint most, amikor mondjuk a sajátomról beszélek, hiszen azért itt nekem arra nagyon kellett figyelnem, hogy a Gábort azt nem billentetem ki se a magabiztosságából, de olykor olyan szituációba kell őt tenni mondjuk az edzések során, ami mondjuk neki kicsit nehezebben megy, vagy mondjuk egy úgymond egy
gyengébbik pontja, és ezekre ugyanúgy nekem egyfajtában ugyanúgy fókusszal kellett figyelnem, hogy éppen most ennek az edzésnek mi a lényege, és nekem abban mi a szerepem. Tehát mondjuk nem úgy képzeljük el, mint mondjuk ahol egy versenyre készülök, és akkor amiben én mondjuk erős vagyok, akkor azokat próbáljuk meg felhúzni, hanem most nekem arra kellett figyelnem, hogy esetleg ezen a napon most nézzük meg azt, hogy ezekre a támadásokra, mint mondjuk az ellenfele jó, ezekre hogy reagál. Vagy mondjuk volt egy olyan edzés, ahol tudtuk, hogy most neki kicsit jobban kell a magabiztosság, ezért mondjuk kicsit jobban visszavenni az edzés munkába, és jobban őt hagyni érvényesülni. Tehát azért ez egy nagyon fárasztó játék volt nekem is a felkészülésben, illetve de nagyon hasznos. Tehát, hogy nekem úgy gondolom, hogy ez is ez az egész, amit én itt a Gáborral végigcsináltam itt a másfél évben, ez ugyanúgy hasznosul majd az én versenyzői pályafutásomban, hiszen más szemszögből láttam a dolgot, és nagyon sokat adott emiatt hozzá az én következő felkészülésemhez. Volt egy pszichológiája ennek az egésznek. Tehát nyilván, ahogy már kezdtük a beszélgetést, hogy maga a felkészülés, annak a körülményei, és maga a hosszúsága, ezek mind azért nyomot hagytak mindannyiunkban. És mivel ennyire össze voltunk zárva folyamatosan, és dolgoztunk, óhatatlanul kialakulnak a felkészülés során feszültségek, nehézségek. És ami jól működött ebbe az egységbe, az, hogy tényleg jól kezeltük egymásnak az érzéseit, érzelmeit, tulajdonságait, és megvolt az a pszichológia, amivel pont jókor, pont akkor, pont annak a személynek volt szerepe, ami át tudta lendíteni a nehézségeken a csapatot, és segíteni tudta a felkészülést. Tehát nekem ugye megvolt a programom, ami alapján dolgoztam a fiúkkal, és viszont voltak olyan részletei, amit úgy gondoltam, hogy talán nem nekem kell kommunikálnom, hanem jobb, ha a Döme fogja a Gábor felé, talán azért, mert tőlem már ezt sokszor hallotta, vagy talán azért, mert már egy picit a társától szívesebben fogadja. És ugye voltak olyan pontok is nyilván, amikor én határoztam meg dolgokat. Tehát nagyon figyeltünk ezeknek az arányaira és ennek a kommunikációjára, hogy ez hogy működjön. Úgyhogy ez ezért volt ilyen jó. És ez egészen az olimpia napjáig, a verseny napjáig ez kitartott is. És mindenkinek pontosan megvolt a szerepe. Én is volt, hogy a Dömét megkértem, hogy most neked ez a dolgod, ebben segíts, ezt kérem tőled, anélkül, hogy esetleg a Gábor ezt tudta volna. Tehát szépen, szépen csapatként dolgoztunk, és ezért volt ilyen különlegesen jó. Teljesen jó, mert pont ezt akartam volna felvenni, hogy bármennyire ugye egyéni sportág akarat-e, de hát ott meg mindenki mögött áll egy komplett csapat. Igen, de... Akivel meg akikkel ezt el lehet érni. Így van, és azért nem csak hárman voltunk, tehát azért szeretném itt megemlíteni azt is, hogy a Gábornak, a Dömének a csapattársai, az én sportolóim, tanítványaim ugyanúgy egyként álltak mögöttük, és... Talán nem ennyire koncentráltam, mint a Döme, de folyamatosan mindenki, amit tudott, hozzátett. A felkészülésünk utolsó szakaszában Erdélybe mentünk, és Sepsiszentgyörgyön készültünk, és itt tényleg a határon túlélő magyaroknak is sokat köszönhetünk, mert olyan figyelemmel és olyan körülményeket biztosítottak számunkra, amit tényleg én hiszem, hogy azt a pár százalékot még hozzátette az eredményhez. Úgyhogy nagyon sok összetevője van, nagyon sok részlete van ennek a mozaiknak, de valóban egy csapat volt, és itt egy klubot is kell érteni, nem csak három embert. Szeretném itt azért a szövetséget megemlíteni, hogy a szövetségnek a támogatása és a rendszere is segítette azt, hogy mi azért dolgozzunk, és eredményt tudjunk kovácsolni. És hát ez így sikerült, és így jutottunk el idáig. Na, és hogyha már eljutottunk idáig, akkor jöjjön a leginkább várva várt részletünk, vagy a legérdekesebb mozanat, a kiutazás, Tokió és az olimpia. Hát, egészen a kiutazástól kezdve és a hazaérkezésig egy ilyen elég bonyodalmas napokon voltunk túl, mivel minden egyes nap fel kellett tölteni a testhőmérsékletünket egy applikációba, illetve PCR-tesztet is, illetve egy másik applikációba meg kellett osztani a helyadatunkat, hogy lássák, hogy hol vagyunk, hogy nem hagyjuk el az olimpiai falut.
illetve abban a 20 órás utazásban nem tudom hány papírt kellett kitöltenünk, hogy mi miért megyünk ki. Úgyhogy egészen ettől a pillanattól kezdve egészen a végig kicsit bonyodalmas volt az út, de szerintem én nagyon élveztem. Élveztem, mert mégiscsak egy olyan olimpiai faluba voltunk, és itt visszatérve a kérdésedre, egy olyan helyen voltunk, amit tényleg egy olyan fenomenális érzés volt, amit én szerintem soha nem fogok elfelejteni, és nagyon remélem, hogy még Párizsban egyszer majd legalább át tudjuk élni. Úgyhogy én az egészet élveztem. Én nagyon élveztem az utazást is, egyben az olimpiai falut is. A kajáda részét szerettem a legjobban, azt a sokfélét. Úgyhogy de azt csak a verseny nap után tudtam kihasználni. Úgyhogy én egyszerűen mindent élveztem. Szóval szerintem így, amit részesebb információk, én el voltam veszve ennek az eszményébe, illetve nagyon vártam már a versenyt, úgyhogy én nem tudtam annyi mindenre figyelni, de majd a Döme meg a Sensei majd biztos, hogy ők majd részesebben vagy pontosabban fognak dolgokat erről mondani. Itt Döme, hozzád lenne a kérdésem, hogy itt az olimpiai falu kapcsán, ugye én csak olvastam a híreket, hogy segítőkészek voltak a szervezők, és te is ott tudtál lenni. Igen. Ez hogy nézett ki konkrétan? Igazából nekünk még az utazás előtti nap, sőt, igen, talán az utazás napjáig egészen mi abban a tudatban voltunk, hogy sajnos én nem tudok a faluban lakni a többiekkel, ugye a Covid helyzet miatt, ugyanis nagyon korlátozzák a létszámot, akik akkor egy időben bent tartózkodhatnak. Emiatt úgy volt, hogy egy külső hotelben leszek, és majd onnan próbáljuk megoldani az edzés lehetőségeket. Ugye innen már azért lehet gondolni, hogy azért sokkal nehezebb megoldani, hogy egy időben mindig Tokióban ott legyünk, és akkor csak az edzés, és akkor elköszönünk egymástól. De Tokió azért nem a kisvárosok egyike, igen, hogy csak úgy igen. Könnyen legyen A-ból B-be átmenni. Igen. Úgyhogy, de hát mi így mentünk ki, ezt vártuk, majd az utazás napján kiderült, hogy lehetőségem nyílik nekem is a faluban lakni, ami nagyon sok mindent szerintem megkönnyített nekünk, hiszen egyrészt az edzés lehetőségeket, hogy akkor edzettünk, amikor csak akartunk, úgy osztottuk be a napot, ahogy mi szerettük volna. Másrészt meg, amiről ugye már itt beszéltünk a Misivel, hogy azért ennek a pszichológia is megvolt, hogy nyilván, amikor kiérkezel egy ilyen multisport rendezvényre, ahol még életedben nem jártál, azért itt van egy külső nyomás elég keményen. Amit azt gondolom, hogy így ezt is jól tudtuk elosztani egymás között, tehát amikor mondjuk az egyikünkön láttuk, hogy jobban izgul, akkor elmentünk egy ilyen beszélgetésre, hogy most ne akaratéra gondoljunk egy kicsit, akkor épp amikor a másiknak volt problémát, tehát ezek így tök jól meg tudtuk így oldani egymás között. Úgyhogy végül nagyon jól jött ki minden. És én ezt mondtam pont, beszéltünk is a verseny előtti nap a Misivel, ami talán egy kicsit nekem főként egy ilyen kapaszkodó dolog is volt, hogy visszanézzük ezt a másfél évet, hogy mi hogy alakult sorrendben, és hogy mi el tudtunk közösen kezdeni dolgozni. Utána az, hogy úgymond nyertünk még egy évet, hogy így dolgozzunk együtt közösen. Ugye maga a Gábornak az utolsó másodperces kijutása a párizsi kvalifikációra, és amikor még utazunk kifele, akkor is kapunk egy ilyen kedvező lehetőséget a sorstól, hogy na, de még az is lehetőség nyílik arra, hogy én a faluban lakik. És azt mondtam, hogy ez annyira sorsszerű, ami itt történik, hogy nekünk itt most szerintem a verseny napján minden lehetőségünk megvan arra, hogy a legjobb eredményt érjünk el, és ahogy látszik, ez így be is jött. Neked milyen volt? Gondolom megnéztétek először, hol van a szállásotok, hol tudtok edzeni, gondolom volt egy készterv, hogy akkor azt a rendelkezésre álló időszakot, amíg kint voltatok a verseny előtt, illetve magát a verseny napját, ezt hogy tervezitek, és akkor így, ahogy hallom, ez így eléggé kényelmesen alakul, de neked edzői szemszögből ez milyen volt? Nagyon nagy élmény volt, tehát ekkora eseményen, rendezvényen én se vettem még részt, és nekem is megvolt az újdonság része ennek. Nagyon közel érkeztünk a versenynaphoz, tehát olyan nagyon hosszú forgatókönyv nem volt, amit végig kellett volna követni. Volt egy érkezés, az érkezés után igen, egy picit felmértük a lehetőségeket és a környezetünket. Volt egy pici átmozgatás azon az estén,
és utána a következő nap a mérlegelés volt a szempont. Nyilván ott a Gábornak egy olyan edzés programja volt, ami a súlyát állította be. Majd a visszatöltési időszaka ennek, és akkor utána még volt egy olyan edzés a verseny előtti nap, ami már egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen átmozgatás volt. És tulajdonképpen ezeken a pontokon haladtunk folyamatosan, közben megéltük a környezetünkben lévő történéseket, és próbáltuk felfogni, realizálni, hogy hol vagyunk, de próbáltuk ezt mégis a helyén kezelni, és arra koncentrálni, hogy oké, ez egy olimpia, de alapvetően gondolkozunk úgy, hogy mintha egy Premier Ligán lennénk, és ott a legjobb 8-ba bekerültünk, és gyakorlatilag ugyanezekkel a versenyzőkkel találkozunk akkor is. Tehát próbáltuk egy picit maga a nyomás részét, a tétet egy picit enyhíteni azzal, hogy a körülményről levettük a hangsúlyt. És amikor felsorakozott Gábor a mérkőzések előtt, akkor azért én láttam a többi sportolón, aki ott tényleg annyira meghatározó volt, hogy az érmet várták tőlük, tehát esélyesként érkeztek, hogy ez a tét, ez a nyomás, ez látszott az arcukon. És akkor egy kicsit úgy éreztem, hogy jó, hát ez még bármit is hozhat, vagy bármit is jelenthet, ez akár nem feltétlenül papírformát fog majd eredményezni a verseny során. Tényleg mit szóltatok, amikor megláttátok a sorsolást? Két sorsolást láttunk. Az egyik olyan kedvező volt, hogy mi se hittük el. Úgyhogy utána megbeszéltük azt, hogy ez biztos, hogy nem official, nem eredeti. Úgyhogy vártunk még egy picit, és rá nem később egy másfél órával mondták, láttuk meg a sorsolást. És hát igen, két olyan sorsolás volt, ami szerintem azért elég reális volt, hogy vagy bekerülsz a két legjobb közé, vagy pedig egy olyan csoportba kerülsz bele, amiből bárki kijuthat. És mi abba kerültünk bele, amiből bárki kijuthatott. Úgyhogy, mint akármelyik másik Premier League versenyen, vagy egy EB-VB-ről tudunk beszélni, itt már nincs olyan ember, akire nem mondanád azt, hogy valamiben jó, vagy hogy valamiben nem jó, vagy hogy nincsen egy kontinentális bajnoki címe, vagy egy döntője, vagy egy világbajnokságról egy érme. Szóval itt már tényleg nincs az, hogy jó, ez az ember egy kicsivel könnyebb lesz, akkor itt tartalékoljunk, hanem itt rendesen minden meccsbe bele kell tenni azt, amit tudsz, és amit szeretné az ellenfeleden megcsinálni. Úgyhogy igazából a sorsolás, ahogy megláttuk, úgy voltunk vele, hogy jó, csináljuk meg. Kit érdekel, egy olimpiánk van. Bementünk, aztán megcsináltuk. Volt azért mondjuk forgatókönyv. Ez, én mondom, én mindig az, egyszerűbben gondolkozok. Csak az elég hamar felborult. Igen. Tehát volt több forgatókönyv. Nyilván a sorsolást követően azért föl kell állítani egy taktikát. Ez azért itt nyilván megvolt közöttünk is. Valóban volt olyan része is ennek, amikor már változtatni kellett. És nem volt baj egyáltalán, hogy mondjuk a Gábor így állt ehhez, és nem terhelte túl azzal magát, hogy neki most milyen tervszerű programot kell végigvinnie, és taktikailag végigvezetnie. Úgyhogy nagyjából a második meccsen meg is dőlt ez a taktika, amit felállítottunk, és valóban onnantól fogva pedig jött az a fajta ösztönösség a meccsekben, ami talán a Gábornak a legnagyobb erőssége. És akkor onnantól kellett váltani, és azt mondja, jó, akkor bent, ahogy amit érzel, én pedig csak akkor fogok beleszólni, vagy akkor foglak instruálni, amikor úgy érzem, hogy kell, viszont akkor feltétel nélkül. Tehát nagyjából ez így történt. De azért e között, a meccsek között azért, amik a színfalak mögött zajlottak, az egy másik műsort megérne, és majd talán lesz is erről egy másik műsor, mert azért azok ott komoly brazil szappanoperák voltak. Tehát igen, ott azért komoly munka folyt, nem csak itt, még én állandó vonalban voltam ugye az Orbán Zoli nemzetközi bírónkkal, akivel azért nekünk ott a háttérben nagyon nagy pontszámolgatások mentek, hogy most akkor éppen mi hogy, mit kell hozni. Nyilván még azután is ment, miután a mi tervünk egy kicsit
megborult, de ugye a Gáborra próbáltuk csak úgy rátenni az egészet, hogy ő ne azzal foglalkozzon most, hogy mennyivel és hogyan kell nyerni, hanem próbáltuk neki egy egyszerű utat mondani, mondjuk esetleg még pont az ukrán a srác ellen volt az, amikor ugye eredetileg mi úgy küldtük be, hogy akkor ezt az utolsó két meccset ezt most már kéne hozni, hogyha így alakult, ugye mind az ukrán, mind a japán versenyző ellen, amikor nagyon láttuk, hogy nagyon döntetlenre játszik az ukrán srác, hiszen neki azzal már meg lett volna a biztos továbbjutása. És ugye a Gábor nem úgy alakult az a meccs, hogy mondjuk sok pont lett volna, hanem még ugye az utolsó 10 másodpercben is 0-0 volt az állás. Ugye ilyenkor azért nagyon kockázatos egy összeütésbe, vagy egy utolsó pontra rámenni, hiszen ide is és oda is húzhatják. Majd mi menet közben láttuk a pontlistán, hogy akkor most van egy lehetőség, hogy ez a meccs mondjuk döntetlen lesz, de akkor viszont az utolsóra fogunk föltenni mindent. Mert akkor az utolsót kötelezően nyerni kell. Amikor talán ez is volt egy kicsit előnye annak, hogy mondjuk kevés néző volt bent, ja. Mert azért jól lehetett hallani a küzdő téren, hiszen én először a Misinek mondtam, hogy jó lesz a döntetlen, a Misi ezt hallotta is, és próbálta a Gábornak kommunikálni, de valamiért ezt nem hallott ott az izgalomban, majd én a lelátóról kiabáltam be, hogy jó a döntetlen, és ez nagyon látszott, mert már az utolsó 5 másodpercben épp készítette elő a technikáját, hogy nagyon más látta, és ugye a másfél éves közös munkának azért láttam már, hogy ő ebből mit szeretne csinálni, amikor onnan láttam, hogy egyből ki is jött a távolságból, igen. Ahogy meghallotta, és így maradt az a taktika, hogy az utolsó meccsre teszünk föl mindent, amit megint már említettem, hogy ő akkor éles, mikor nehezebb utat válassza. És ez bebizonyosodott megint, hogy... Igen. Igen, de hát igen, ezt így visszatérve most még egy picit erre az 5 másodperces sztorira, igen. Hogy ott igen, az volt, hogy megvolt már a támadás, és akkor ott az volt a fejem, hogy akkor minden vagy semmit. És mindannyian kiabáltunk, hogy ne. De várjunk, nem. Sensei kiabált, de azt nem hallottam. Nem, és akkor... lent voltam ugye a tatamivel egy vonalba, és nem lehetett onnan hallani. Főleg a maszk miatt sem. Igen. És akkor ment az előkészítés, és akkor már tényleg már kávé szerintem egy ilyen fél másodpercre voltam a támadásod, és úgy voltam, hogy minden vagy semmit. És akkor ment az előkészítés, már benn volt az ellenfelem a sarokba, az ukrán ellenfelem, már ment volna, és ennyit hallottam hátulról. Jó döntet le! És akkor előre ment, és akkor hátra. És akkor volt az, hogy akkor jó a döntetlen. És ha ezt hallottam, akkor jó. Ő mondta. És utána akkor meg történt utána meg a japán sztori. Azt hiszem, már mindenki minden szemszögből szétboncolgatta, és kielemezte, és viszonylag gyorsan mém lett egész jól kinéző képpel. Inkább az a kérdésem felétek, hogy ott a verseny hétvégén külön-külön melyik volt a legemlékezetesebb pillanat számotokra? Főni, ahogy szoktam. Szerintem az egész kintlétünk egy emlékezetes pillanat volt, de nyilván maga az éremszerzés pillanata volt a legmeghatározó, mert tulajdonképpen, vagy legalábbis nekem, hát ott realizálódott, hogy az a sok minden, az a sok munka, sok nehézség, ami az elmúlt időszakban volt, hogy az kifizetődött, és hogy megérte, és hogy sikerült, és valami, én úgy gondolom, valami olyan csodát hajtottunk ott végre, amit csak úgy most kezdünk felfogni, hogy ennek milyen felelőssége van, milyen súlya van, milyen ereje van ennek az éremnek. És azért egy picit én ott azt érzékeltem, és nem csak azt az adott momentumot, hogy igen, akkor van egy érmes sportolom az olimpiáról, hanem minden egyéb más ezzel járó még plusz dolgokat, ami akár a magyar sportágnak hozhat még olyan pluszokat, ami kell, kicsit népszerűsítheti magát a sportágat. Talán tehetünk valamit a sportágért, tehát egy csomó olyan vonzata van, ami szerintem pozitívan hat majd. Sáncok? Amúgy te vagy először, aki ezt így megkérdezte tőlem, és megmondom őszintén, hogy így beszéltük az én, hogy még azért nem minden realizálódott szerintem bennünk, hogy mi hogy volt. Úgyhogy lehet, hogy mondjuk, hogyha egy héttel később kérdezünk, akkor már más fogok mondani, de azt tudom mondani, hogy nekem volt egy pillanatom fönn a lelátón, pont a japán meccs előtt, amikor
amikor így elgondolkodtam azon, hogy vajon most ez a fiú ezt tudja, hogy tényleg életem meccsét fogja most megvívni. Mert az tényleg életem meccse volt, hiszen hogyha ott azt nyeri, akkor merőben meg fog változni nem csak az ő élete, hanem az egész magyar karatének a megítélése, és az egész itthoni magyar karate. És bennem ez a gondolatot átfutott egy pillanatig. És amikor megtörtént ugye az ominózus fejrugás, én még ott is egy kicsit még nagyon vártam a bírói ítéletet, hirtelen, én még nem tudtam a fejrugás pillanatába örülni, én akkor voltam, nekem az volt a legemlékezetesebb, amikor a bíró ki is hirdette a 3 pontot, és az, hogy, és még mindig akkor is így álltam, hogy mondom, ez lehet, ez tényleg megtörténik, és mikor kihozták a Gábor győztesnek, és lementett, amiről hát az egy olyan katarzis érzés volt, hogy én ott könnyeztem, hogy ezt, és nekem is, ahogy a Misi mondja, hogy végfutott az egész munka, ami ebben van. És hogy az nem egy fejrugás volt, hanem az, és nem egy pillanat volt, hanem az az elmúlt, sőt, nem is azt mondom, hogy másfél év, hanem az egész Gábornak a karate életünk, ami benne van. És nekem ez volt egy a legszebb pillanat, hogy ez akkor így jött ki, ráadásul, hogy ilyen szép mozdulattal pecsételte meg ezt az egész dolgot. Úgyhogy most, hogyha ezt így kérdezel, ezt tudom neked mondani, ezt a pillanatot. Ez érdekes, mert ezt a mondatodat föl is írtam, mert még itt a tegnapi nap Székely Csabával beszélgettünk, hogy akkor mi az, ami felé tereljük, mi az, amit legyen róla szó, mi az, ami nem, és akkor mondta ezt a mondatot tőled. És aztán utána kiegészítettük ezt egy kicsit alapvetően, hogy igen, tehát hogy ez az a mozdulat, meg ez az az eredmény, amit itt tényleg a komplett magyar karate jövőjét megváltoztatta. Behelyeztük magunkat tényleg arra a polcra, ahol már van olimpiai érem, és hát itt az utánpótlásnak lesz majd ez egy nagyon komoly előrelépési lehetőség. De akkor mielőtt még erre a részére tovább megyünk, Gábor, neked te tudsz, nem tudom, van-e bármi olyan pillanat, amit ki tudsz emelni? Hát, fejrugás. nem. Hát igazából most így a Sensei-nek és a Dömének az egyvelegét tudnám most elmondani leginkább, de csak egy pillanatba fordítva, amikor felakasztották az érmet a nyakamban. Vagyis én akasztottam föl magamnak, de amikor odaadták, így felakasztottam, és így akkor kamerában nem látszott annyira, de én ezt az érmet egy fél percig néztem. És nem tudtam így realizálni, hogy ez most tényleg az enyém, hogy ezt most tényleg ezt mi hárman, aztán kikerekítve egy egyesületként, aztán kikerekítve egy szövetségként, majd egy országként, ezt mi mind csináltuk meg. Szóval ott tényleg az a sok mélypont, meg győzelem, ami ebben a 2 évben volt, 4 évben, 10 évben, az itt tényleg, az a sok veszekedés akár a barátaimmal, vagy az edzőmmel, vagy amiket így poénkodunk egymással, meg itt tényleg így minden, az így csak egy szóval, így, ez így mind eltörlődött, ez kifizetődött. Ezzel az éremmel, ezzel kifizetődött. Akkor és ez így, sütis dobozból előveszed a persze, meglepetést? Ez egy ilyen japán csoki akar. Ez egy japán csoki akar lenni, úgyhogy ezt így megmutatom így a kamerába, hogyha esetleg ezt így lehet látni. Nem tudom, hogy rakjam, ha esetleg ez így jó. Tökéletes. Jó lesz így, jó. Hogy ez így tényleg így az a sok dolog, ami annó velünk történt, az ez így mind kifizetődött ezzel, és ezzel tényleg úgymond ez egy olyan csodálatos dolog, egy csodálatos tárgy, amivel itt vannak azok a csúnya fekete foltok, így a fehér pólón, és ezekkel is simán most kiradíroztuk, és van most egy vadonatúj gyönyörű pólónk, és azzal a vadonatúj gyönyörű pólóval fogunk most újra készülni a VB-re, a világjátékokra, a magyar VB-re, és majd reméljük a 2024-es olimpiára is. Hát akkor itt a vége felé kanyarodjunk rá erre a részére. Ha jól tudom, te most kaptál 1-2 hét pihenőt. Azt is hallottam, hogy neked az alvás az nem létezik, és csak a munka. Igen. Mi az, ami most rövid távon következik? Itt Dömet téged nem tudom, de gondolom te is edzel, és vagy pihensz egy picit. Most én is kaptam egy kisebb időt a pihenésre, hiszen
hiszen azért most elég sok időt töltöttem el a karatéval. Azért ezt a pihenőt ne úgy képzeljétek el, hogy most otthon fekszem és semmit nem csinálok, hanem ugyanúgy vannak edzéseim, igaz, kicsit más jellegűek, meg kevésbé megterhelőek, de ebben a két hétben, amit most így a pihenésre töltöttem, amiben már azért egy hét eltelt, azért vannak aktív pihenések, és utána meg én nekem ugyanúgy vannak cím, itt van lassan a világbajnokság, és megyünk tovább. Én azt gondolom, még azért ezt hozzáteszem, hogy amit a Gábor itt most csinált, és amilyen eredményt elért, az olyan motiváló lehet a többi sportoló számára, és én csak a magam nevében tudok beszélni, hogy igen, és azt mondtam akkor, hogy kell két hét pihenés, de én ezek után nagyon várom, hogy visszamenjek a tatamira, és újra elkezdődjön a versenyszezon, hiszen annyira föltöltött ez az eredmény, hogy szerintem, és ezzel én azt gondolom, hogy nem csak én tudok azonosulni, hanem a Magyarország összes karatésa. Úgyhogy a munka nem áll meg, igen, kaptunk egy kis pihenőt, amit hasznosan kell eltölteni, hiszen azért ilyenkor eléggé nélkülözzük a családot és a barátokat, de meg kell élni ezeket a pillanatokat, és utána szépen vissza kell menni, és dolgozunk tovább, hiszen még nagyon sok eredmény van szerintem ebbe a csapatba. Akkor én folytatnám. Hát valóban a fiúknak most egy kis regeneráció. Éljék meg minden pillanatát ennek az eredménynek, szerintem ez nagyon fontos. És utána újult erővel haladunk tovább. Valóban a dubai világbajnoksága következő cél a két fiú számára, illetve majd a világjátékok, nyilván az Európa-bajnokság, tehát folyamatosan ezeket a kontinens versenyeket tartjuk szem előtt, lesznek gyakorló versenyek, felkészülő versenyek, tehát a legközelebbi az a dubai világbajnokság, ami a fő versenyszám, erre koncentrálunk, illetve nekem pedig holnap indul a korosztályos válogatott a finnországi Európa-bajnokságra, és én most Tatán töltöttem el egy pár napot ezzel a csapattal, és nagyon felemelő volt látni őket, ahogy dolgoztak, és nagyon nagy motiváció számomra, hogy ezek a fiatalok is egyszer odaérjenek egy ilyen fantasztikus eredményhez. Úgyhogy nagyon bizakodva várom, és úgy gondolom, hogy nagyon eredményes lesz a magyar küldöttség a finnországi Európa-bajnokságon. Mész valamerre? Vagy itthon pihensz egy kicsit? Igen, most nagyon aktív pihenést folytatok, mivel nagyon sok helyre ugyanúgy meghívnak, és büszkén tudom mutogatni az érmünket, illetve az eredményünkről beszélni. Most ez szerintem még egy-két hétig tart, aztán az utolsó egy hétben viszont tényleg szeretnék nagyon picit befelé fordulni, tényleg a családommal, mindenkivel tölteni egy kis időt, mert most nagyon kevés van rá, de majd igen, majd szeretnék majd Füredre a nyaralónkba is lemenni egy kicsit pihenni, és enni a finom Balaton korzó fagyiból, meg beleugrani majd a Aranypartnál a Dunába, a Balatonba. Nagy ugrás kell ahhoz. Igen. Hát igen, igen. Lehet tőled ez is kitenni. Szóval, hogy így azért megvannak még a saját kis álmaim, meg vágyaim, de most az eredménybe fürdünk így mint csapatostól, így hármastól, szerintem azért ez van olyan jó érzés, mint a jó öreg magyar Balaton. És végére csak egyetlen egy rövid kis említés, mert nem egy részesre terveztük egyébként ezt a beszélgetést, hiszen van egy rakás dolog, amit ugye még nem mondtatok el, és lehetne róla beszélni, sőt, a majd időtök és energiátok engedi, akkor mindenképp lesz majd személyesebben, meg egyénileg is végigbeszélve itt az elmúlt időszakot. Ugye ami a magyar karatésoknak egy fontos dátum, az a 2023-as hazai rendezésű világbajnokság. Az most itt a csúcsa mindennek, itt az elkövetkezendő időszakban? Vagy ezt így nem feltétlen lehet még kijelenteni? De ezt ki lehet így jelenteni. Számunkra mindenképpen, tehát sőt nem csak számunkra, hanem a magyar felnőtt válogatott számára egészen biztosan, tehát ez a hazai rendezésű VB egy olyan esemény lesz, ahol tényleg nagyon sok sportoló azt mondom, hogy az egyik álmát vagy célját valósíthatja meg.
Nyilván egy hazai rendezés az mindig több lehetőséggel és előnnyel is tud járni. A szövetséggel már egyeztetve egy nagyon komoly program és egy nagyon komoly felkészülés indul majd el, és a most akár utolsó éves juniorok is már odaérhetnek. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok fiatal számára ez egy nagy lehetőség, és biztos vagyok benne, hogy egy nagyon komoly munka fogja megelőzni ezt. Nektek, srácok? Abszolút. Tehát mikor mondjuk mi elkezdtük a közös munkát így a Misivel, akkor én ezt is tűztem ki magamnak célul, hogy az itt, ugye akkor még 2022-ről volt szó, nem 23-ról, most már ugye el lett ez tolva, de nekem abszolút az a főversenyén, én jelenleg addig is gondolkodom, hogy utána mi lesz, azt majd meglátjuk, de mindenféleképpen most a főverseny és a fő cél az lenne, hogy egy hazai rendezési világbajnokságon a lehető legjobb eredményt érjük el. Nekem kifejezetten az is fontos, mert például nekem az első felnőtt világversenyem, ahol még csapatban szerepeltem, az a budapesti Európa-bajnokság volt. Úgyhogy elég kerek lenne így a sztori. És én azt az élményt úgy élhettem át ott, mint sportoló, és azért az egy nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt, egy nagyon jó hangulatú verseny volt. És hát reméljük, hogy vagy olyan, vagy még jobb eredményekkel tudunk majd. Még jobb lesz. Milyen lesz? Nagyon jó lesz. Hát már abban is lehet látni ezt, hogy majdnem egy 10-szer akkora csarnokban lesz megrendezésre kerülve a felnőtt világbajnokság, mint az Európa-bajnokság. Úgyhogy, és reméljük azt, hogy ez a gyönyörű érem ahhoz is hozzásegít ahhoz, hogy azt a csarnokot ne csak arról beszéljünk, hogy reméljük, hogy félig megtöltjük, hanem arról beszéljünk, hogy lesznek olyan emberek is, akik arra várnak, hogy valaki ne tudjon elmenni, és akkor azt a jegyet át tudják venni, mert az egész stadion meg lesz töltve. Na hát ezt reméljük. Végezetül, mi a helyzet az orroddal? Az orrom még mindig fáj, kicsit érzem, és mindig beütöm mindenhova, szóval mindig recseg és ropog. De amúgy jól van. Ugyanúgy meg tudom említeni most is minden egyes alkalommal megemlítem, de most is megemlítem, hogy viszont de ennek az eredményeképpen, mivel ez most ez itt lehet, és erről beszélgetünk, ezért ez bőven megérte, és nem probléma, hogy már hát egy ére eltört. Jó, akkor én köszönöm szépen Fischer Mihálynak, Szeged Időmének és Hárspataki Gábornak. Köszönjük szépen. Ezt az élményt, ezt az eredményt, és hát alapvetően az, hogy ugye nem csak az, hogy mi most helyileg itt lehetünk, hanem hogy ezt mi is át tudtuk élni itt alapvetően ugye dr. Mészáros Jánosnak, Tao Robertnek, Székely Búdó Sportnak és még rengeteg embernek, aki ebbe részt vett. Első körben nagyjából ennyit terveztünk és gondoltunk. Innen folytatjuk, mert biztos, hogy lesz ennek még több állomása. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, innen folytatjuk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.